harmadik verziója a kitörésünknek a bolgár guggolás névre hallgat. Ehhez a gyakorlathoz szükségetek lesz egy padra, kanapéra, székre, bármire, amire föl tudjátok rakni az egyik lábatokat. A gyakorlat kiinduló helyzetekor az egyik lábunkat hátra visszük, és fölrakjuk a lábfejünket, a lábfejünkkel megtámaszkodunk az eszközünkön. Az első lábbal pedig egy picit előrébb ugrálunk, hogy a lábfejünk ne a medencénk alatt helyezkedjen, hanem kicsit előtte. Érdemes szemmagasságba előrefele nézni, és amikor indítjuk a gyakorlatot, megfeszíteni a törzsünket, így egy stabilabb kiinduló helyzetünk lesz. Amikor elindítjuk lefelé a gyakorlatot, beszívjuk a levegőt, megfeszítjük a törzsünket, figyelünk arra, hogy a combcsontunk vízszintes legyen a talajra, és a fenekünket a hátsó lábunk irányába közelítjük. Ez egy kiváló gyakorlat a farizom erősítésére, a combhajlító erősítésére, a combfeszítők erősítésére, illetve a törzsizmoknak is, hiszen ez egy igen instabil helyzet, és meg kell tartani magunkat. Ezt a gyakorlatot haladóbb emberek számára ajánlom, szintén magasabb ismétlésszámban 4x10-12 sorozatban.